Tisztelettel köszöntöm Önöket, ez itt a Sport, ma a Pécs TV napi sport összefoglalója. Ifjú Dárdai Pál válogatott labdarúgó lesz a vendégem, de majd kosárlabdát is láthatnak a műsorban. Maradjanak velem, azonnal kezdünk. Régen látott kedves vendég a stúdióban, a legutóbbi Anglia elleni mérkőzésen hatalmas gólt lőtt. Egyenesen a válogatottból érkezett szabadságra, de idén is eljött hozzánk a Pécs TV stúdiójába. Köszöntöm nagy tisztelettel Dárdai Palikát, szervusz Palikám. Sziasztok. Hát a nagy kérdés az, óriási gólt lőttél, örült szívünk, lelkünk, de nem csak ezért voltunk boldogok, hanem hát az utóbbi 5-6 évben talán nem játszott ilyen jó a csapat, a magyar labdarúgó válogatott. Mi a különbség a kettő között? Van egyáltalán? Én úgy gondolom, hogy nagy különbség van. Most van egy szövetségi kapitány, aki ad egy nagyon komoly irányvonalat, a segítője Détai Lajos nagyon sokat segít nekünk, és úgy gondolom, hogy azért örült mindenki, tehát hogy a repülőről leszálltunk, a taxisoktól kezdve a városban az emberek, ahogy Pécsre jöttem, az ismerősök, annak örülnek talán a legjobban, hogy le lett nyilatkozva, hogy mire készülünk, hogy mit gyakorlunk, és az emberek visszaláttak, aki végignézte 90 percet az angolok ellen, az mindenki meg volt elég, de büszkék voltak a csapatra, és úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb. Arikám, én talán azt is gondolom, hogy bennetek van egy játékstílus, profik vagytok, tehát most valahogy kijött belőletek az, ami bennetek van. Van itt különbség az edzői módszerekben, és ugye Lothar Matthäusnak nem voltál különösebben a kedvence. Ha nem akarsz erről, ne beszéljünk, de én nagyon-nagyon szomorú voltam, amikor számított a válogatottból. Nem, gond, hát ilyen az élet, ezt is megemészti az ember. Pont téged, aki hajtasz, egy német mentalitást hozol magaddal, és esetenként bombagolókat lősz. Lehet, hogy az volt a baj, hogy értem, hogy mit beszél, a fennes a tudja. Nem gond, én lezártam ezt a témát, úgyhogy gondolom ő is lezárta. Ő így gondolta, hogy nem férek be a legjobb 80 labdarúgóba Magyarországon, mert ugye, ha jól tudom, legalább 80-an megfordultak a magyar válogatottba. De ezen, még többen? Ezen nincsen semmi probléma, ő így látja a futballt. Tehát minden edzőnek van egy irányvonala, minden edzőnek van egy kézjegye a csapata felett. Tehát mindegy, hogy milyen edzőt mondanék, ha két edzőt összehasonlítunk, másképp játszik a csapata, mert a kézjegye, a kézlenyomata rajta van a csapatán. Én úgy gondolom, hogy tehát ma már az nem elég, hogyha a táblára fölírja egy edző a neveket, és akkor azt mondja, hogy menjetek ki, és hajtsátok, meg csináljátok, mert az abból nem hiszem, hogy sok dolog kijön. Most itt van nekünk egy olyan edzőnk, aki komoly irányvonalat ad, és készülünk is rá. Tehát volt 4 napunk készülni, és 4 napig reggeltől estig azt gyakoroltuk, amit ő szeretne, és ez visszaadta a játék. A klub csapatodban, tehát a Hertában, hogy megy a játék? Ott is egy kicsit aggódtam, mert ugye nagyon jó éveid voltak, megbejátszottatok, gólokat lőttél, vezéregyeniség voltál a Hertában, aztán egy picit úgy érzem, hogy hát én azért kimondom, hogy méltántalanul mellőzött az edződ. Tehát ugyanúgy játszottál, meg ugyanazt csináltad, gondolom én, téged ismerlek, hát te hátadra veszed még edzésen is a pályát. Lehet, hogy bennem van a hiba, mert két edzővel nem jöttem eddig egyenesbe, ugye a Mateusszal, meg a mostani edzőnkkel a Hertába, a Falko Götzzel. Ez van, amikor játszom, tehát hogyha van nálunk a kicker... Nem játszottál sokat. Nem játszottam sokat, tehát ahhoz viszonyítva nem játszottam, 16 mérkőzésen játszottam, ugye máskor 30-34-et játszottam le, de viszont, hogyha valaki megnéz az osztályzatok átlagát, akkor a mezőnyjátékosok között ott vagyok az első kettőben. Hát, amikor játszottál, akkor jól játszottál. Mert amikor játszok, akkor jól játszom, csak nem engednek játszani. Megvan mindennek az oka, így gondolja az edző. Tehát én nem tudok többet csinálni. Ha játszok, akkor jól játszok, így tudok csak kiszúrni vele. Ugye még egy időben még az is fölmerült, hogy esetleg elhagyott Berlint, ezt sajnáltad volna. Hát most már 8 éve vagytok, talán család, gyerekek is megszokták. Úgy vagyok vele, hogy ha olyan ajánlat jön, ami anyagilag is megéri, a család is azt mondja, hogy igen, mehet, rendben van, marad a német nyelv, vagy tehát a Balkon, a jobbik fiam már iskolába jár. Hogyha minden összepasszol, akkor még szívesen elmegyek, mert a cél az volt, hogy 34 éves koromig kint, és akkor itthon még egy 2-3 évet, közben akkor az edzői papírokat begyűjtögetni. Nem tudom, ha lesz olyan ajánlat, akkor váltok, mert játszani szeretnék, ha nem, akkor sincs probléma, a család az jól érzi magát. 6. helyen végzett a csapat, most ez a Bundesligában, én azt mondom, hogy ez egy jó helyezés, csak hát ugye nektek van más mércétek, a nemzetközi kupa szereplés. Azért lecsúsztatok a nagyon jó minőségű kupákról ezzel. Igen, maradt az Intertotó. De ott gondolom, tovább lehet menni még, ugye? Még tovább lehet menni, de én úgy gondolom, hogy a Hertha BSC-nek minden poszton van 2, ha nem 3 válogatott labdarúgója, nem egy nemzetközi elismert játékos. Tehát egy ilyen kerettel azért illik benne lenni az első 4-5-be.
sőt egy bravúra a harmadik helyet is meg lehet kaparintani. Ez egy ilyen év volt, így sült el. Jövőre még azt mondom, hogy nehezebb lesz, mert általában nagyon nagy adósága van, 44 millió euró, és ebből gazdálkodni nem lesz egyszerű, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit hoz a jövő. Palikám, és hogyan tudod azt, hogy egy helyen ennyi időt eltölteni? Szóval én azért nézem, mindig érkeznek azért nagyon jó játékosok, ugye próbajátékra is van, aki már be is épül a csapatba, de hát te vagy majdnem a legrégebbi, merem állítani, nem? Hát igen, ez, ugye, majdnem ez egy a művészet, azt szoktam mondani, hát egy profi körülmények között ez művészet. Mert két-három évente vagy menni kell, vagy viszik az embert, valami úton, módon lapát van. Tehát én azt mondom, hogy ez így, hogy magyarként, egy pici magyarként, és hogy mindig tudtam a csapattal nőni, mert én másodosztályra mentem még ki. Én úgy gondolom, hogy ez nagy dolog, büszke is vagyok rá, de hát bérelt helyek nincsenek, meg nyugdíjas állások nincsenek. Az élet bármely területén ugyanez a helyzet. Úgyhogy így hozta a sors. Szóval abban a hibába esünk, hogy itt egy órát is tudnánk beszélgetni, de hát most jön a világbajnokság, visszamész világbajnoki meccseikre, ugye, otthon fogod nézni, és nem is egyedül, úgy tudom, lesznek magyar társak. Igen, úgy hozta a sors, hogy minden mérkőzésre van 10-12 jegyem, és akkor jönnek a Pécsről barátaim, szüleim, ugye a Pécsbe játszik a Kulcserárpi, a Pest Krisztiánt is ismeri mindenki. Jól fogjuk magunkat érezni szerintem, fölverünk egy sátrat, amit lehet Vászlón nézünk meg, ami meg olyan az a stadionban Berlinben. Hol vejtek fel a sátrat? Fönn nálam, vagy nálam a kertben, ott a lakom, majd a szomszédok kapnak egy ilyen türelmi kártyát, hogy 12 napot bírjanak ki. És de, akkor szerintem és édesapád jár ki azért rendszeresen. Ugye tudom, hogy ő minden meccsen vagy ott van, vagy nézi, van neki ez a csatorna, amit befizettél. Igen, igen, ő tudja nézni élőben a mérkőzéseket, de mi vagy Barcson edző, tehát ő neki tehát nehéz összeegyeztetni. Ha úgy hozza a sors, hogy ők pont szombaton játszanak, mi vasárnap, akkor ül az autóba is jönnek, ezt elnézik neki a barcsi vezetők, rendesek, de amúgy őnek is ugyanilyen versenynaptára van, úgyhogy nehéz, nem sok meccset lát élő. Pénteken elindul a labda, ugye, Németország-Costa Rica az az első mérkőzés. Ki nyeri a világbajnokságot, Palikám? Otthon játszik a német csapat. Német csapat nem nyeri a világbajnokságot. Ugye nem annyira jó. Tehát én úgy érzem, hogy nem favoritok. Szerintem a brazilok ott lehetnek, argentinok, olaszok, de lehet, hogy lesz meglepetés csapat. Nehéz ezt megjósolni. Nem akarom ezt a beszélgetést rossz szájízzel befejezni, ezért a pécsi és a magyar labdarúgásról most ne beszéljünk. Bár voltál ki mérkőzése, ugye? Voltam. Egy mondatot azért mondjuk. Én úgy gondolom, hogy hajtós, lelkes profi játékosok vannak. Sajnos a mezőny tehát most már nem olyan erős. Tehát igazából, hogyha még a polgármester mellé még sok vállalkozó odállna, és sok pénze lenne a klubnak, akkor itt Pécsen is bármikor meg lehetne tölteni stadiont, úgy, mint Debrecenben, de ez egy komoly összefogás kellene. És azt kéne, hogy hazajöjjenek a régi játékosok, például ifjú Dárdai Pali. Köszönöm szépen, Palikám, itt voltál, és nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm. Nem fogadta kegyeibe az időjárás a Tour de Pécs kerékpáros versenysorozat 5. futamát, megnyerte a klub világbajnoki selejtezőt, a Mizó Pécs. Két tudósítást láthatnak most az eseményekről. Vasárnap nem ideális időjárási viszonyok között rajtolt el a Tour de Pécs mezőnye az 5. magyar sarlós nagydíj szakaszon. A 78 induló 40, 80, illetve 120 kilométeres távot tett meg csoportjától függően. A hölgyek és serdülőkorú ifjak a legrövidebb, a szeniorok és hobbi felnőttek a közepes, míg az elit csoport tagjai a leghosszabb útvonalat tekerték le. A 40 kilométeres körben két nagyobb hegyszakasz nehezítette a kerékpárosok dolgát, és a még esőtől nedves útszakaszok is. A nőknél Király Mónika, a serdülőknél Bogdán Dávid, a szenioroknál Brozovács László, a hobbi felnőtt kategóriában Vidakovics Deján, míg az elit csoportban Légrádi Péter végzett az élen. A bringások újabb megmérettetésére hétvégén Komlón kerül sor. Első helyen végzett a Mizó Pécs női kosárlabda csapata a klub világbajnoki selejtező pécsi csoportjában, miután mindhárom ellenfelét fölényesen legyőzte. A legnehezebb ellenfél egyébként vasárnap este a kubai csapat volt, technikás, erőszakos kosárlabdázást játszanak, a ráadásul igencsak magas kubai hölgyek. A Mizó Pécs hozta ezt az akadályt is, tehát gyakorlatilag a 4 nagy verseny közül 3-at megnyert, bajnok, kupagyőztes, valamint klubvilágbajnoki selejtező győztes is lett.
Kijutottak Jekaterinburgba a döntőre, ahol majd októberben játszhatnak a világ legjobbjai ellen. A torna legjobb játékosa Fegyverneki Zsófia, a végső sorrend pedig első a Mizópécs, második a Havanna, harmadik a tajvani együttes, negyedik pedig a Maliból érkezett Joliba csapata lett. Nem volt magas a színvonal, esetenként durva belemenések is jellemezték a mérkőzéseket, nem vizsgázott jól egyébként a három játékvezetős modell, de ahogy a szakemberek mondták, ilyen tornákon fejlődnek azok, akik a női kosárlabdázásban fel akarnak zárkózni a világ élvonalához. Következik tehát a jekaterinburgi döntő októberben, ott lesz a Mizópécs is, szurkoljunk együtt a hölgyeknek, a vasárnapi is egyben a legnehezebb mérkőzés végeredménye pedig Mizópécs, Havana, Kuba 75-62. Rövid híreink, információink következnek most. Vereséget szenvedett a PVSK Pécs Expo Körmenden a bronzcsata első találkozóján. A második mérkőzés egyébként a Lauber Dezső sportcsarnokban szerdán 18 órakor lesz. Most az első, a körmendi mérkőzés összefoglalóját láthatják. A csapatkapitány még nem játszott ezen a meccsen. 12. pontját szerzi Hunter. És ott van még Szlávik Tamás tizedikként a körmendi keretben, aki még nem kapott ma játék lehetőséget. Palánkról próbált a Hunter, aztán Vavra segítségével megszerzik a lepattanót. Rummel, ott volt Ferenc tisztán, ujjj! Ha megy az a labda, tiszta zicser lehetett volna belőle. Árcsi! Jön Lakatos vissza, és Orosz is, Árcsi tempója. 12 pontos 10 Árcsi, 75-52. Viszont 3 pont, Alexics, szép leosztás Grebenárhoz, kivár egy ütemet. És 14 pontos Grebenár Péter, a legeredményesebb pécsi, 75-54. Árcsi, Vavra. Trummer teszi tovább Árcsihoz. Árcsi tempója ezúttal rövid. Tóth Gergely szabálytalankodott a lepattanóért vívott harcban Hunterrel szemben. Trummer 75-54-nél. Trummer lopakodott be szépen, Lakatos begyűjti Vavra elől. Alexics középre, Grebenár elrontja, Vavra jól védekezik, Alexics állítja meg, Ferenc Csabát. Vitát. Minden nevezett 10 körmendi játékos pályára léphet ezen a találkozón, ami elképzelhető, hogy az utolsó hazai pályán a szezonban, hiszen ha Pécsen is nyerni tud a Lamivét körmend, akkor már egy hét múlva itthon nem lesz meccs. Ezért is tartják meg most azt a kis ünnepséget, amit említettem korábban tévénézőinknek. Ha esetleg már Pécsen eldől a bronzérem sorsa, akkor ez az alkalom még jó alkalom. Vavra Péter küzd meg ezért a kosárért és a személyi hibáért, amit a pécsiek kapnak. Grebenár Péter negyedik hibája volt, és Ferenc Csaba helyett Szlávik Tamás a pályán. 77-54, és még egyet dobhat Vavra. Ez is bent van, 8 pontos Vavra Péter. Grebenár. Együttes falt. Érsek és Orosz. Tuktovics bent a pályán, a felező vonalán reklamál. Semmi szüksége, erre kap egy technikait, ha jól láttam. Nem teheti meg egyszerűen senki a padról, hogy fölmenjen és ott reklamáljon. Semmi szüksége erre.
együttes falt, és ha minden igaz, akkor Györfi játékvezető megítélte a technikait Stojan Ivkovicsnak. Igen, mutatja a zsűriasztalnak, hogy ő megfújta a technikait. A legfiatalabb játékvezető ítélte meg. Szlávik Tamás készülődik a büntetőkhöz. Kettő dobás és a labda. 2:45-tel a meccs vége előtt. Picit hosszú az első büntető. Kap egy kis bíztatást. Szlávik. A második büntető sem megy be. Az első ezúttal kimarad. A második viszont bent van. 14 pontos Alexicsútól éri Grevenár. Kutasi. Vavra. Érsek. Szlávik. Alexis szerzi meg tőle. És Vavra nem bántja. Nincs is értelme. 16 pontos Alexis. Érsek. Vavra. Szépen csapja be Tótot. Aki csúnyán lefajtolja, sportszerűtlen hibát kap. Beért Csaba 16-ossal. Nem kapott még játék lehetőséget Stojan Ivkovics mellett a pécsieknél. Trummer. Egy tempó. Bent van. 16 pontos Trummer Rudolf. Második legeredményesebb Körmendi. 50 másodperc van már csak hátra, 85-57. Hosszú. És megszerzi első pontjait Hosszú Gergely az utolsó percben, 40 másodperccel a meccs vége előtt. Lakatos. Grevenár. Beforgatja az emberét, és szerez egy újabb duplát, 16 pontos utoléri Alexicset. 8 másodperc még, Kutasi, Szlávik, Vavra, Trummer kéri be, 2 másodperc még. Nincs már kosár, Grevenár Péter szedi le a lepattanót. 87-61-re nyeri Alamivét Körmend a bronzcsata első felvonását, tehát 26 ponttal nyer a Körmend. Ennyi volt már a Sport Ma, a Pécs TV napi sporthíradója. A képernyőn internetes elérhetőségünket tetszenek látni. Szerdán is várom Önöket ugyanitt, ugyanebben az időben. Tartsanak akkor is velem, viszontlátásra!